Szép jó estét kívánok, köszöntöm a Fehérvári Beszélgetések nézőit. Mai témánk a Burgundy repülőtér, annál is inkább, hiszen nagyon jó híreket kaptunk az elmúlt időszakban, tehát mégiscsak megindulhat a repülőtér fejlesztése. Vendégem pedig Sziládi Dezső, az Albatrosz Repülő Egyesület elnöke. Annál is inkább tisztelettel köszöntelek, hiszen 1995 óta ti vagytok azok, akik a repülést és a repülősportot képviselitek Burgundön, és minden egyes olyan pillanat, ami számunkra repülést jelenti, az hozzátok köthető, hála Istennek, repülőnapostól, mindenestől. No, mielőtt a máról beszélünk, hiszen egy nagyon fontos bejelentés érkezett, hiszen a kormány 750 millió forintot folyósít a támogatókiratban a leírtak szerint Székesfehérvárnak, és ebből meg lehet kezdeni a repülőtér fejlesztését. Előtte egy kicsit menjünk vissza az időben, hiszen 2008-at írtunk, de már előtte is csivitelték, hogy arról volt szó, hogy két év múlva, tehát 2010-ben már az ország második legnagyobb nemzetközi repülőterét köszönhetjük Székesfehérváron. Emlékszem, hogy a szerződés aláírásakor is mindenki örült természetesen, hiszen ez egy 20-25 milliárd forintos beruházás lett volna, hogy egy 2 kilométer hosszú kifutópálya, 5000 négyzetméter alapterületi utasterminál, kiegészítő létesítmények, ami mindenképpen Budapest után, Ferihegy után a második legnagyobb repülőtér volt. És akkor elhalkultak ezek a hangok, és nem történt semmi. Illetve mi történt, hiszen egy kicsit idézzük fel. Valóban így van, 25. éve üzemelteti az Albatrosz Repülő Egyesület Burgund repülőteret. Talán ennek is köszönhető, hogy ma még beszélhetünk repülőtérről, hiszen nagyon érdekes előzmények voltak, amit említettél is. Egy olyan repülőteret álmodtak meg, ami azt gondolom, hogy realitásában messze túlment az álmok kategóriáján. Az Egyesület szakmai stábja mindig mosolygott ezeken a bejelentéseken, amik egymás után következtek be, és hát úgy láttuk mi szakmai szempontból, hogy ez a repülőtér és ez a méret, ez egy kicsit eltúlzott a burgundy repülőtér vonatkozásában. Én úgy gondolom, hogy se a természetnek, se Székesfehérvárnak az a mennyiségi utasforgalom és teherszállítás, amit akkor megálmodtak, az nem hozott volna hasznot a városnak és a környék lakóinak. Ezért mi mindig próbáltunk a realitások talaján olyan repülőteret vizionálni, ami a nyugati példák alapján egy-egy modern városnak hasznára lehet. És miután ez a nagy projekt bedőlt, elkezdtünk mi is körülnézni a világban, Európában, hogy minek lehet realitása. És azt láttuk, hogy azok a regionális repülőterek, amik a nyugati világban, Európában megvalósultak, azok a hozzájuk közelebb lévő városok, illetve azok vonzás körzetének egy óriási ipari fejlődést tudnak adni. Ugyanakkor ez a fajta regionális repülőtér nem terheli a környezetét oly mértékben, mint egy nagy nemzetközi repülőtér, ahol valóban nagy repülőgépek forgalma zajlik, több milliós utasforgalommal és nagy áruszállító forgalommal. Ugyanakkor nem felejthetjük el, hogy azért voltak vetélytársaink, ahogy vannak is, hiszen azért tehát Debrecen és jó néhány városban tervezték ugyanígy, hogy nagy repülőteret építenek, és ők már valóban úgy is valósították meg, például Debrecenben, ahogy te ezt az imént elmondtad. Viszont egy kicsit még térjünk vissza, aztán innét folytatjuk az Albatrosz Repülő Egyesületre, mert igen, valóban így van, negyed százada ti képviselitek a repülést, én azt hiszem mindannyiunk örömére és épülésére. Miért fontos, hogy egy kicsit azért láttuk, hogy igazából a kiszolgáló létesítmények már nagyon is rászorulnának a javításra, az építkezésre. Miért gondoltátok, hogy ezt a kettőt össze lehet kapcsolni? Mi végig azt az elvet képviseltük,
hogyha itt egy regionális repülőtér meg tud valósulni, a Székesfehérvárnak, az itt élő embereknek egy olyan hosszú távú perspektívát tud adni, ami nélkülözhetetlen egy modern város keretében. Azt láttuk a nyugati példák alapján, hogy egy-egy ilyen repülőtér a maga háttériparával, ami egy ilyen repülőtér környezetében megvalósulhat, a legmagasabb technikát, a legmagasabb képességet jelenít meg a környezetében, és ez olyan mérvű anyagi bevételt eredményezhet a régiónak, amit nem szabad elszalasztani. Mi úgy gondoljuk, hogy az a város lehet fejlődőképes, melynek legalább 20-30 éves távlatú víziói vannak. Én úgy gondolom, hogy Székesfehérvárnak ez a repülőtér egy ilyen vízió lehet, hiszen ha ez a repülőtér megvalósul, ez a légiközlekedési desztináció egy teljesen más lehetőséget nyújt majd Székesfehérvárnak, mint az eddigi iparfejlesztések, illetve az eddigi fejlődés menete. Ha belegondolunk, az iparfejlesztéshez és a rendszerváltás után kellett 20 esztendő, 2 évtized, hogy az megfelelő ütemben a jelenlegi szintet elérjék. Viszont még egy kicsit az ingatlanról, hiszen ezt vissza kellett kapni. Ugye ez csak 2014-ben történt meg, ezt kevesen gondolják, hogy ennyi idő el kellett, hogy teljen, és ez is a kormány 2 milliárd forintos támogatásából. Ez hatással volt arra, hogy milyen állapotok vannak jelenleg? Hát nagyon nagy küzdelem volt ezért a repülőtérért, és meg kell mondjam, hogy ebben azért a repülők tevékenyen részt vettek, és lobbiztak azért, hogy ez a repülőtér valóban egy városnak a közkincsévé válhasson, tehát visszakerüljön Székesfehérvárhoz. Az a 2,6 milliárdnyi állami támogatás tette ezt lehetővé, hogy egyébként a meggondolatlan értékesítést követően újra visszakerülhessen Székesfehérvárhoz. A koncepció kialakult, tehát regionális repülőtér, amit mi mindig támogattunk, és ez az 5 évvel ezelőtti Modern Városok programjában be is került, és innentől kezdve lehetett arról beszélni, hogy talán ez a 20-30 éves vízió megvalósulhat. Ugye ez a területvásárlás finanszírozása volt először a fontos. Így van, tehát birtokba kellett kerülni a városnak. Nos, ahogy most a hírekből tudjuk, tehát a kormány döntött, és a repülőtér fejlesztése megindulhat. Melyek az alapvető feladatok most ebben a pillanatban? Tehát mert nyilván a vízióink vannak, hogy milyen lesz majd gyönyörűség, de azért itt lépésenként kell haladni, mondom én. Igen, így van. Márciusban született a kormányhatározat, amely döntött a Börgöndi repülőtérnek a fejlesztéséről, és 4 szervezetnek ki is adta a feladatot, hogy ennek a beruházásnak az előkészítésére készüljenek fel, illetve készüljön egy anyag róla. Közben bejött a vírusjárvány, és ezt a folyamatot lelassította, de nem állította meg. Ezért ezek az anyagok elkészültek, és visszakerültek a minisztériumhoz, illetve a kormány elé. Ennek egyik pozitív döntése lett az, hogy októberben egy újabb kormánydöntés született, és Székesfehérvár visszakapta a 375,5 millió forintot, amiért visszavásárolta, illetve megvásárolta a repülőtérnek azon déli területét, amely nem Székesfehérvárhoz tartozott, hanem egy abai önkormányzati terület volt. Ezt követően már egységben lehetett kezelni a repülőteret, hiszen rendelkezésre állt a területnek a legnagyobb része. És a novemberi döntést követően októberben is született egy kormánydöntés, ami viszont 750 millió forintról döntött, hogy a támogatói okirat szerint Székesfehérvár városa kezdje meg a repülőtér fejlesztésének előkészítését, annak tervezését, közbeszerzési eljárásait, és amikor ez összeáll, akkor újra visszakerül az anyag a kormány elé, és megszülethet az a döntés, hogy ezt a repülőteret már a teljes költségvetésében támogatja, és elindulhat a
valóban a kivitelezés. A tervezési folyamat a legfontosabb tehát most. Így van. Hogy állunk ezzel? Bizonyos tervek már elkészültek, amiket lehet, tehát közműtervek, én úgy gondolom, hogy ezenek egy jelentős részét majd lehet aktiválni és felhasználni. De a repülőtérnek a fizikai tervezése, a futópályák, az épületek, a toronyépület, tűzoltóépület és sok minden más, ezeket valóban meg kell tervezni, és erre a regionális repülőtér méretre. Itt is mit jelent, bocsánat, az a jelzőszerkezet, hogy regionális? Tehát a sport, üzleti célú, nagyon viszont kisebb nyilván lépték. Igen, én úgy gondolom, hogy ez az a repülőtér, aminek nagyon sok funkciót be kell teljesíteni. Az egyik valóban az, hogy maga a sportrepülés tovább működhessen. De rengeteg más feladata is van, hiszen az az üzleti célú kisgépes repülés, ami a város fejlődését segítheti, azoknak az üzletembereknek a mozgását, akik Fehérváron, Fehérvár környezetében szeretnének befektetéseket végezni. Ezek az emberek általában, ha külföldi befektetőkről van szó, úgy néznek körül a világban, hogy olyan helyre szeretnek menni, ahol valóban van egy légiközlekedési desztináció, hiszen ő egy igazgatósági ülésre nem tud 6-700 kilométert közúton autózni, ők szeretnek a saját repülőgépükkel célterületre érkezni. Nagyon fontos továbbiakban, amit az Albatrosz Repülőegyesület elindított, az a fajta fiatalok nevelése, képzése, ami az idén már megvalósult egy egyhetes táborban, kadéttáborban, hogy azokat a fiatalokat, akiknek van affinitásuk a repüléshez, azokat pályára tudja irányítani. Nagyon fontos a honvédelem. Nagyon fontos az, hogy ha ilyen pénzeket költ a magyar kormány Magyarország védelmére a haderőreform kapcsán, megérkeznek az új repülőgépek, az új helikopterek, harci helikopterek, ezekre majd pilóták kellenek. Ezeket a fiatalokat valahol el kell indítani, hogy majd aztán főiskolán, egyetemen a képzésüket be lehessen fejezni. Ilyen feladata is van a Börgöndi repülőtérnek. Tehát ez egy hosszú távú vízió, nem önmagában csak az üzlet, hanem a teljes kör, ami lehetővé teszi, hogy a repülőtér, illetve a repülés fejlődhessen. Egyébként Székesfehérvár remekül áll ebben az értelemben, hiszen a gazdaság egyik fővárosa, a legszabadabb város és a legboldogabb is, ezt még tegyük hozzá gyorsan, tehát nem csak már réges-régen, nem csak a sport, nem csak a kultúra városa, hanem a gazdaság városa is, és így a repülés városa is lehet. Hol tart most, hiszen mióta a bejelentés megtörtént, nyilván gőzerővel elkezdődött ez a munka, és bár nem nulláról kell indulni, de azért ez nagyon-nagyon fontos, hogy milyen ütemszerűen zajlik. Alapvetően ennek a 750 millió forintnak a felhasználása a város feladata. De az Albatrosz Repülőegyesület évekkel ezelőtt kötött egy stratégiai együttműködési megállapodást a várossal, és mi szívesen veszünk részt ebben a munkában, a szakmai tapasztalatainkat, hátterünket szívesen állítjuk ennek a programnak a kidolgozása érdekében, hogy egy valóban olyan repülőtér legyen, ami gazdaságosan üzemeltethető, nem kell állandóan nagy pénzeket beletenni a repülőtér működésébe, és hogy a negyedik lábról is beszéljek, a repülőtér környezetében van egy ipari park. Az ipari parkban a nyugati példák alapján bátran mondhatom, hogy ha a repülőtér megvalósul, akkor nagyon gyorsan megjelennek azok a repüléssel kapcsolatos iparágak, amik nagyon komoly hozzáadott értékkel képesek a repülést kiszolgálni, a repülőjavítóipar, fejlesztőipar. Napokban mutatták be a repülőautót környező országban történő fejlesztését. A drón törvény most került a parlament elé. Olyan robbanásszerű fejlődése van ma a repülésnek, hogy ebből kimaradni úgy gondolom, hogy halálos vétek lenne. Ezt most itt meg kell valósítani Börgöndön, hogy ez a sok lábon álló repülőtér, ez egy nagyon jó lehetőség legyen Székesfehérvár fejlődése kapcsán. És az Albatrosznak ebben komoly szerep jut mindenképpen. Viszont kell egy aláírásgyűjtő ívről is beszélnünk, hiszen ez is egy fontos támpont ahhoz, hogy mennyire komolyan veszik az emberek. Itt most nem is az Albatroszról akartam beszélni, hanem nagyon gyorsan összegyűlt az aláírás, ami
akik a repülőtér infrastruktúrájának és a fejlesztését támogatták, és amit a polgármester úrnak benyújtottak. Mi volt az alapja ennek? Hiszen azt tudjuk, hogy, és beszéltünk a beszélgetésünk előtt, már elhangzott, hogy meglehetősen sanyarú helyzetben van a repülőtér jelenleg forráshiányokán. Az elmúlt 25 évben a Börgöndi repülőtérnek az infrastruktúrája szinte a nullára amortizálódott. Amúgy sem volt sok, de ma már tulajdonképpen napi harcok árán vagyunk csak képesek fenntartani a repülőtér működő képességét. Az a repülőtér, amiről az imént beszéltünk, ennek az előkészítése, tervezése, kivitelezése és annak majd az átadása, az még hosszú évekbe fog telni. Viszont a jelenlegi infrastruktúra mellett nem húzható tovább az a fejlesztés, ami egy átmeneti, akár egy nulladik típusú beruházása is lehet a repülőtérnek, amelyben mind a közösségi épület, mind a repülőgépek tárolására szolgáló hangárépület, vagy némi infrastruktúra fejlesztésére sor kerülhessen. Erre gyűjtöttük az aláírást, és adtuk át polgármester úrnak a több mint 2300 aláírást tartalmazó íveket, és meg is kaptuk, a polgármester úr érezte ennek a szükségességét, és ígéretet is tett arra, hogyha az abai terület visszavásárlásával kapcsolatban a kormány visszafizeti a városnak a 350 millió körüli költséget, akkor ebből ezeket a beruházásokat meg lehet valósítani. Egyébként örömmel jelentem, hogy polgármester úr állja szavát, hiszen a várostól már voltak kint, felmérték a közösségi épületet, hogy ennek az átalakítása a tervezést és a közbeszerzést követően a tavaszi időszakban már megkezdődhessen, és nagyon fontos lenne az is, hogy olyan hangárépületek kerüljenek felépítésre. Ebben az Albatrosz is szeretne részt venni, és szeretne hangárt építeni, hiszen nem tudunk másképp forrásokat szerezni ahhoz, hogy a repülőteret továbbiakban úgy tudjuk üzemeltetni, hogy ahhoz ne kelljen hozzájárulni a városi költségvetésnek. Bár a koronavírus járvány sok mindent megakadályozott, de nincs kétségem felőle, hogy ez jövő esztendőben elindul, és akkor a 26. évtől ismét a régi fényében ragyoghat az Albatrosz Repülőegyesület, és én bizakodó vagyok abban is, hogy rövidesen itt egy nagyon komoly üzleti repülőtér, sport és üzleti repülőtér épül Börgöndön. Ehhez kívánok önnek jó munkát, illetve mindnyájuknak, hiszen lesz dolguk bőven ezután is. Köszönöm, hogy itt volt velünk és tájékoztatott. Köszönjük szépen, így legyen. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket. Ez volt a fehérvári beszélgetés Sziládi Dezsővel a Börgöndi repülőtér jövőbeni sorsáról. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!